Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a Szerelem kertje. Ez egy szerelmi jóslás, egy általános kivetés, de én biztos vagyok abban, hogy hozzád is szól, hiszen nincsenek véletlenek. Az sem véletlen, hogy te most éppen ezt a videót megtekinted. Persze megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást álnéven, ez egy videó, ahol kivetem a kártyát, és e-mailen keresztül megkapod a linket a videóhoz. A díjam 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10.000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. A szerelem kártya. Itt van egy park és egy szerelmes pár. Ez a hölgy téged szimbolizál, ez a férfi itt utal a te társadra. Először is megtekintjük a te érzelmeidet. Itt láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Megvan a bizalom is, hiszen érzed azt, hogy ő a lelki társad, és hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez megvan írva. Itt lesz egy sorsdöntő fordulat. Most megtekintjük az ő érzelmeit. Itt te állsz a középpontban. Ő tudja, ő érzi azt, hogy te vagy a lelki társnője, ti összetartoztok. Most megtekintjük az ő gondolatait. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt látható ez a könyv. Ez utalhat az ő tudására, vagy egy továbbképzésre, de jelenti még a zárkózottságot. Ki kell, hogy nyíljon ez a könyv, hogy kimutassa az érzelmeit. De bízhatsz benne, hiszen itt látható, hogy ő gondol rád, illetve érzi azt, hiszen itt érzelmekről van szó, hogy te vagy a lelki társnője. De nem beszél nyíltan erről, hiszen ez a könyv utal az ő zárkózottságára. És most megnézzük a te gondolataidat. Itt a fa egyrészt jelenti a gyógyító erőt. Lehet, hogy ez egy munkahelyi kapcsolat. Itt az ő tudásáról van szó, és egészségügyi témákról, hogy ebben a környezetben ismertétek meg egymást. Lehet, hogy ő egy orvos. Ez a fa jelenti azt is, hogy te úgy gondolod, hogy nála le tudsz gyökerezni, vagy szeretnéd mutatni neki a biztonság érzetét, hogy ő tud legyökerezni nálad. Amit a fa még jelent, a türelem, hiszen egy fa is növekszik, de időbe tellik az, amíg gyümölcsöt hoz. Tehát kell a türelem. Ez számodra tudatos. Milyen események várnak rád, a külső befolyások? Itt láthatóak az utak. Itt a sors utak kereszteződnek. Lehet, hogy találkozol a közeljövőben valakivel, ez lehet egy férfi, lehet egy hölgy is, aki kihat a te élet utadra. Tehát lesz egy fontos találkozás, vagy lesznek fontos döntések, hiszen van külső befolyás, ami által elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Most megnézzük azt, hogy ki vagy mi hat ki rá. Nála a külső befolyások.
Itt a gyermek utalhat a gyermekekre. Ott van kapcsolat a saját gyermekeivel, vagy a gyermekekkel dolgozik. Ez a gyermek utalhat újdonságokra, hogy nála lesznek új kapcsolatok, lesz egy meglepetés, vagy valaki befolyásolja őt, és lesz egy új irány. De én úgy gondolom, itt gyermekekről van szó. És mit fog tenni? Itt láthatóak az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Ő eltávolít bizonyos dolgokat, vagy bizonyos kapcsolatokat. Lehet, hogy itt lenne egy új kezdet, vagy egy új kapcsolat, de ő nem lép be ebbe a kapcsolatba, hiszen az egerek eltávolítják ezt a szemét. És mit fogsz te tenni, vagy mit kellene tenni? Itt a gólyák jelentik a változásokat. Figyelj oda az eseményekre, mi hogyan alakul, mi távolodik el, vagy ki távolodik el tőle, és ezáltal meg lesz a változás, ami kihat mindkettőtök kapcsolatára. Itt ebben a parkban van egy szökőkút, és itt a víz utal egy új irányra, itt van még egy hely, egy kártyára, és jelenti a jövőt. Ami a jövőt illeti, itt megvan a nyilvánosság, mások észrevesznek benneteket, ő felvállal téged a nyilvánosságot, lesz egy közös fellépés, megkapjátok az elismeréseket. És ez volt, ez a jóslás, a szerelem kertje, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.